Itt van ez a vatta, meg a micellás víz. Megfogom, letörlöm vele az arcom, és ezzel az egész bőrápolási rutinom meg van oldva. Ja nem. Sziasztok! Én Takács Petra vagyok, ez a TP Makeup YouTube csatornája, és ma megbeszéljük, hogy miért hülyeség a micellás víz. Akik jönnek hozzám sminktanácsadásra, szinte mindig előkerül, hogy mi a tököm az a micella. Na most, a micella az gyakorlatilag nem más, mint a micellás vízben lévő felületaktív anyagoknak egy ilyen kis gombócszerű összetömörülése. Hogy is kell ezt elképzelni? A micellás vízben lévő felületaktív anyagnak van egy vízkedvelő feje és egy olajkedvelő farka. A vízkedvelő fej, ahogy már a nevében is benne van, a vízhez tapad, tehát ez miatt tudjuk lemosni a micellás vizet és vele együtt ugye a szennyeződéseket is, illetve a vattához is ezért tapad. Az olajkedvelő farok pedig az a rész, ami magához a szennyeződéshez tapad hozzá, és ez oldja gyakorlatilag a szennyeződéseket. Ezek úgy néznek ki, mint a hevihalak. Amikor a micellás vizet a bőrödre teszed, akkor gyakorlatilag ezek a kis felületaktív anyagok az olajkedvelő részükkel fordulnak a bőröd fele, és elkezdik onnan leoldani a szennyeződéseket, majd pedig ezek a kis felületaktív anyagok, így az olajkedvelő részükkel egymás felé fordulnak, és bezárják gyakorlatilag a szennyeződést egy ilyen kis csomóba, és ezek a micellák. Szóval, mi is a baj akkor mindezzel? A felületaktív anyagok sajnos nem okosak. Tehát nem tudják megállapítani, hogy mi a kosz a bőrödön, és mi, ami már a bőrödhöz tartozik, tehát azok a lipidek, ugye ez a természetes lipidréteg, természetes zsírréteg a bőröd tetején, illetve egyáltalán mi vagy te, és mi a kosz. Tehát mindenféle felületaktív anyagot le kell mosni, hogy eltávolítsuk vele együtt a koszt. Na most itt kezdődnek a problémák, ugyanis a micellás vizet ugyebár nem szoktuk lemosni, mert mit csinálunk? Rátesszük a vattára, végigtöröljük vele a fejünket, és voilà! Le van tudva az egész arcápolási rutin, és örüljön a bőrünk, ha még esetleg kap egy kis krémet mindemellé. Most ezt körülbelül úgy kell elképzelni, mintha megfognátok a tusfürdőtöket, végigkennétek magatokat vele, aztán nem zuhanyoznátok le. Na most ez aztán nagyon sokat ér. Persze itt lehet azt mondani, hogy igen, de hát a vattával végigtörlöm, és ugye lehet látni, hogy a vattán ott van az a rengeteg sok szennyeződés. Persze, mert a micellás víznek a kis feje az ugye nem csak a vízhez kötődik, hanem magához a vattához is. Tehát ezek a kis micella gombócok le fognak jönni a bőrödről, lehozzák a koszt, viszont még így is egy csomó ott marad, amit csak a normális öblítés tudna lehozni. Tehát a bőrödön a tisztító folyamat az gyakorlatilag nem állítódik meg, és ezek a micellák, ezek a felületaktív anyagok folyamatosan csak bontják a bőrödet. Kezeket fel, aki érezte már úgy a micellás vizes arctisztítás után, hogy így húzódik az arca. Na, ez ezért van. Ha már ilyen ördöginek kiáltottuk ki a micellás vizet, akkor gyakorlatilag felmerül bennünk a kérdés, hogy mi a jó Istenre jó ez? A micellás vizet eredetileg a modell szakmában, a kifutók világában, illetve a filmeknél használták, ugyanis ott nincsen idő a különböző vagy kifutókon való tipegés, vagy ugye a filmjelenetek között arra, hogy a színészek minden áldott alkalommal elmenjenek, és vízzel lemossák az arcukat, és megtörölközzenek, és stb. Aztán miután rájöttek, hogy ez egy olyan igazi praktikus, olyan, tudjátok, olyan lustáknak való termék, bevezették a kereskedelmi forgalomba, valaki rájött, hogy ebben baromi nagy üzlet van. Most viszont már felháborítóan mindenhonnan az dől, hogy gyakorlatilag semmit nem kell csinálnod, csak megfogni a micellás vizet, meg egy vattát, letörölni a fejedet, és ezzel le van tudva az egész arcápolási rutinod, pedig ez az előbb elmondottak miatt baromi nagy hülyeség.
a micellás víz az arra jó, hogyha mondjuk elmész a barátodhoz, barátnődhöz, nincs kedved vinni az egész mindenségedet, az összes lemosó cuccodat, de elviszel egy micellás vizet, megmosod az arcod, mert még az is jobb, mint a semmi. Vagy elmész egy fesztiválra, elviszed magaddal a micellás vizet, tisztítod az arcodat vele egy-két napig, nagyon szuper. Vagy például ilyen helyeken, mint ahogy mondjuk én is dolgozom, sminkesként bejön a vendég, tele van a feje sminkel, letörlöm, bekrémezem, sminkelünk. Tehát az olyan helyekre, amik ad hokkak, tehát egyszer-egyszer lehet vele arcot tisztítani, nem ördögtől való, tényleg, de ez miatt a folyamatos bontó, folyamatos felületaktív hatása miatt arra, hogy te minden áldott nap csak ezzel mosd az arcodat, nem jó, szigorúan tilos. Emellett még nagyon hasznos lehet a micellás víz úgynevezett másodlagos tisztításra. Mit jelent ez? Tehát ugye vannak ezek a habzólemosók, meg a gélek, meg az egyéb olyan okos felületaktív anyagok, tehát ne szappannal mossuk a bőrünket, mert az ugye csikorgóan tisztára mossa, az aztán tényleg mindent levisz, az ez egy legagresszívabb felületaktív anyag a világon. Tehát lemosod az arcodat, és mondjuk általában az a tapasztalatod, hogy fönnmarad a szempillaspirál. Hát akkor először megfogod a micellás vizet, szépen óvatosan, a szempillaspirált leszeded vele, majd utána a géles lemosóval és a vízzel lemosod az arcodat. Tehát erre is nagyon szuper. De léci, csak ezt ne használjátok, mert tönkre teszitek hosszú távon vele a bőrötöket. Ezek alapján hogy is kéne, hogy kinézzen egy korrekt, normális arcápolási rutin? Ennek mindenképpen három lépése van. Az első a tisztítás. Valamiféle vagy habzó, vagy géles, vagy krémes, vagy teljes lemosó, ez bőrtípustól függő, hogy kinek melyiket kell használni. Ezzel ugye megtörténik a tisztítás. Ebben vannak a felület aktív anyagok, amiről pedig már beszéltünk, de ugye ezeket leöblíted, nem úgy, mint a micellás vizet. A micellás víz az ide, tehát az első boxba, a tisztításhoz illeszthető be, mint mondjuk másodlagos tisztító. Ezután következik a tonizálás. A tonizálás az gyakorlatilag lezárja a tisztítást, semlegesíti a felületaktív anyagokat, ugye egyrészt már le is mostuk, de ezáltal még inkább lezáródik ez a tisztító folyamat, valamint előkészíti a bőrt a táplálásra, illetve hidratál, ez toniktól függő, hogy mondjuk milyen, megint csak milyen bőrtípusra ajánlott. És ezután jön a harmadik lépés, a táplálás, valamiféle arckrémmel, megint csak bőrtípustól függően, nem tudom elégszer hangsúlyozni. Ezt már lehet cizellálni, tehát használhatunk még szérumot, meg szemránckrémet, meg minden egyéb dolgot, ez megint csak ugye a táplálás szakaszába esik, illetve rakhatunk fel ezen kívül maszkokat, az megint egy tök más kategória, de az a lényeg, hogy nem szabad elhinnünk azt, nem szabad elhinnünk a reklámoknak, hogy egyetlen egy termékkel neked le van tudva az egész arcápolási rutinod, mert ha ez így lenne, akkor gyakorlatilag komplett szakmák mehetnének csődbe, nem lenne szükség kozmetikusokra, kozmetológusokra, bőrgyógyászokra, senkire, mert ott van az a micellás víz, megfogod, ráteszed az arcodra, és minden gondod megoldódik. Tök mindegy, hogy milyen a bőrtípusod, tök mindegy, hogy mondjuk ilyen vastagon hordod a sminket, vagy éppen nem hordasz semmit se, megfogod a micellás vizet, és minden rendben van. Ez azért olyan gyanúsan túl jól hangzik, nem? Én Petra voltam, remélem tetszett nektek ez a videó. Ha igen, nyomjatok rá egy lájkot, ha pedig szeretnétek hasonló tartalmakat, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, jövök minden héten új videóval. Sziasztok!